A nagybecskereki katolikus temetőben az osztrák-magyar monarchia mintegy 200 harcosát hantolták el. A valamikori katonatemető 1962-ben került a város és a köztisztasági és városi kertészet közvállalat tulajdonába. Ekkor felszámolták és magánszemélyeknek adták el a sírhelyeket. Az itt nyugvó katonáknak azóta sincs emlékhelyük. A nemzetközi konvenciók pedig, amelyeket Szerbia is aláírta, megkövetelték volna, hogy a katonasírokat megőrizzék és gondozzák. Mi úgy gondoljuk, hogy a város, amely ilyen döntést hozott, és a kommunális közvállalat, amely ilyen döntést hozott, legalább egy olyan gesztus értékű tettet tudna gyakorolni, hogy azokat, akik itt el voltak temetve és a sírjaik el lettek ugye adva, hogy azoknak egy emléktáblát állít. A trianoni békeszerződés 100. évfordulójáról a VMDK jelképesen a katonatemetőre utaló vaskeresztnél emlékezett meg, amelyet a német közösség újított fel, viszont az egykori katonatemetőben magyar, cseh, olasz, lengyel és más nemzetiségű katonák is nyugszanak. Most mi beadvánnyal fordultunk a városi hatósághoz, hogy a katonák emlékére egy emléktáblát, legalább egy emléktáblát emeljenek a katonák neveivel. Máj napig nem kaptunk választ. Mert kitartunk követeléseink mellett, és bízunk, hogy az elkövetkező időben erre ez be is fog következni. A katonatemetőt jelző emlékmű felállítását 2017-ben kérvényezte először a VMDK. A témáról már többször is beszéltek a médiában, de ahogyan ma elhangzott, kérelmükre hivatalos válasz még nem érkezett.